Na, sziasztok! Ez itt az elemény kettő. Sikerült beraknom egy módot, ami FSR 3 képkocka generálást berakja. DLSS mellett használható, úgyhogy jól látható. Aktív a frame generation. RTX 3080-as mobil grafikus chip mellett is. Ezek beállítások nekem az egyedi beállításaim. Optimalizált netes YouTube videó alapján van belülve. Ilyen vegyes PlayStation 5 és PC-s beállítások együtt kb. Ugyanígy tudnám jellemezni. És jelenleg most sugárkövetés Processus High-ra van téve. Nyomunk egy folytatást. Maga a játék nagyon jó. Nézzük meg az FPS, hogy alakul képkocka generálás nélkül. Mindjárt képkocka. Hát érjük, rendesen beesik a képkocka. Megbártam ezt a játékot, az LMB-ket, nagyon sokszor végigvittem. Igazából mindenben jó. Rendkívül részletes a geometria a játékban. Ezért is ez a hatalmas gépülmény. Itt is a komolyan kipuszka generálás. Ebben a játékban se legyen összekészve semmilyen hibát, ebben adódó van, hogy generálva vannak a két pusztály. Még azt tudom megmutatni esetleg, hogy hogy alakul az FPS, hogyha ezt az RT presetet fogunk, és valóban teszem. És sokra. Eléggé megugrik a képkocka. Elképesztő egyébben. Hoppá. Nem tudjuk meg az árnyék ember. Azért fogja, fogja a gépet. Visszatakunk. Ez egy simán bírja. Elkezettem az eltükröztetőt. Most a DRS-es sugárrekonstrukciós belet kapcsolva. Úgy, mint csak ezek a kapcsolók voltak végül is bekapcsolva. Nehéz nem elférhető a hangulata is, a között is fejtörők vannak benne. Ez egy hotel lenne, és
kellene megnézni, hogy mit kellene csinálni. Balrumba. Rányom, mi történt. Ez meglehetősen zárt erényú bírja. Laptop. De egy laptop, hogy 733 kubus. Még erről megtaláltam a specifikációim. Milyen kapcsolókkal lehet a valóságot átírni. Megváltozik a helyszín is. Teljesen jó. Itt kell valamit csinálni. Yaptık.